Sziasztok! Kriptomanus vagyok, és bemutatom, mit kell tennie annak, aki a napelemrendszer világába szeretne befektetni tokenvásárlással. Gondolom sokan hallottatok már a SunMoney-ról. A cég célja, hogy a világon a lehető legtöbb helyre napelemparkot telepítsenek, majd a termelt energiát eladva nyereséget termeljenek a kisbefektetők számára. A rendszer úgy van kialakítva, hogy bináris módon helyezi egymás alá azokat az embereket, akik digitális csomagot vásárolnak. A rendszer sorba tölti fel a helyeket mindaddig, amíg az adott sor tele nem lesz, így mindenki alá, aki vásárol egy ilyen digitális csomagot, kerül ember előbb vagy utóbb. Ez egy teljesen automatizált digitális rendszer. Egy digitális csomag körülbelül 500 euróba kerül, és 125 wattos napelemes részesedést tartalmaz. A digitális csomag a 125 wattos napelem miatt profitot termel, mivel az energiát eladják, és a tokenre váltott digitális csomag nyereségét a kibocsátástól számított 24 hónapon keresztül folyamatosan visszaforgatják, és újabb befektetéseket vásárolnak a nyereségből. A 24 hónap elteltével a visszaforgatást leállítják, és onnantól a bevételeket havonta szétosztják a tulajdonosok között. Ha a rendszer tudja tartani a tervezett növekedést, akkor a számítások alapján akár 10-szeres növekedést is produkálhat. Az első kibocsátás sikerén felbuzdulva a SunMoney 8000 ilyen digitális csomagot vásárolt második körben, majd ezeket feldarabolta kisebb részekre, amiket végül token formájában értékesít. Egy 500 eurós digitális csomag megegyezik 50 000 darab SDBN2-es tokennel. Egy token ára 1 cent. Tehát, ha mondjuk 100 dollár értékben vásárolsz SDBN2-es tokent, akkor lehet, hogy 2 év eltelte után akár havi 1000 dollárt is termelhet neked. Persze, ezek a számítások feltételezik, hogy a rendszer képes ugyanolyan ütemben növekedni, mint ahogy ezt eddig is tette. De garancia semmire nincs. Nem vagyok pénzügyi tanácsadó, és mindenki maga dönti el, hogy mennyit és mibe fektet. Én csak azt tudom megmutatni, amiben én látom a fantáziát. De én tudatában vagyok annak, hogy ez az egész, amit belefektettem, elbukhatom egyik napról a másikra. És bár beszélik, hogy akár 10-szeres növekedést is el lehet vele érni, úgy gondolom várjuk ki, mennyi lesz a végére. Nehogy túl nagy elvárásokkal kezdjünk bele. Ami fontos, ha nem tudsz egy teljes digitális csomagot megvenni, mert nincs 500 euród, akkor van lehetőséged token formájában részegységet vásárolni. Amennyit sikerül birtokolnod egy ilyen csomagból, annyi ad részét kapod majd meg a nyereségének. És hogy mit is kell tenned ahhoz, hogy tulajdonosa legyél ezeknek a tokeneknek? Ha még nem vagy tagja a csatornámnak, akkor iratkozz fel, hogy ne maradj le a hasonló tartalmakról. Valamint ha végignézted a videóm és hasznosnak találtad, akkor kérlek lájkold és oszd meg, hogy minél több emberhez eljuthasson az információ. Köszönöm! És akkor nézzük, mire is van szükséged. Nincs másra szükséged, mint egy MetaMask-ra, amin szerepel BNB hálózat. Valamint szükséged lesz egy kis BNB-re a hálózaton végrehajtott módosítások fizetésére, vagyis fee-re. És ugye szükséged lesz USDT-re a vásárláshoz. Valamint egy linkre, ami elvezet ahhoz az oldalhoz, ahol ezt megveheted. A linket megtalálod a videó alatt. Ha ezt használva vásárolod meg a tokent, azzal engem is támogatsz. Ha nincs MetaMaskod, vagy nem tudod, hogyan kell feltelepíteni, akkor ajánlom figyelmedbe ezt a videómat, amiben részletesen bemutatom a telepítést és a különböző hálózatok hozzáadását. Ha ezzel megvagy, akkor a képen látható módon hozzáadod az USDT tokent a walletodhoz. Lent a videó alatt megtalálod az USDT szerződés címét is, amit be kell másolnod. Ezután a BNB hálózaton küldesz a MetaMaskba egy kis BNB-t. Ez csak pár dollár, ami a fee-re szükséges. És annyi USDT-t, amennyiért vásárolni szeretnél a tokenből. Ha ezzel kész vagy, akkor nincs más dolgod, mint hogy a videó alatti linkre kattints. Ez az oldal fogad. Itt rákattintasz a Connect Walletre, majd kiválasztod a MetaMaskot. Oldalt felugrik a MetaMask, ahol ha több wallettel rendelkezel, akkor kipipálhatod, hogy te melyiket szeretnéd használni. Majd csatlakoztatod. Itt van lehetőség az SDBN2-es tokent hozzáadnod a MetaMaskodhoz, így látni fogod, ha van a tárcádban belőle.
A wallet fűre kattintva megnézheted, hogy az adott walleten mennyi SDBN2-es token, mennyi USDT és mennyi BNB található. A Home gombra kattintva visszakerülsz a főoldalra. A Buy fűre kattintva tudod megvásárolni az SDBN2-es tokent. Először be kell állítani egy vásárlási limitet, hogy az okos szerződés mekkora összegig engedje a vásárlást. Ide érdemes nagyobb összeget beírni, mint amennyiért vásárolni szeretnél. Az Approve gombra kattintva, majd a MetaMask-on engedélyezve a tranzakciót, végbe megy a limit beállítása. Ezután ugyanitt beírjuk a tényleges USDT mennyiséget, amennyiért vásárolni szeretnénk az SDBN2-es tokent, és utána a Buy gombbal véglegesítjük a vásárlási szándékunkat. Ha mindent jól csináltunk, akkor a tárcánkban megjelenik az SDBN2-es tokenünk. Aztán nincs más dolgunk, csak hátradőlni és türelmesen várni, hogy leteljen a 24 hónap, és megkapjuk havonta a nyereség ránk eső részét. Az SDBN2-es token kibocsátása 2022. november 1-én indult, tehát a nyereség leghamarabb 2 év múlva várható. Ha úgy döntöttél, hogy referálinket is készítenél, hogy tovább ajánld egy kis SDBN2-es tokenért cserébe, akkor egy pár centnyi BNB-ért készíthetsz egy linket a referál program menüben. Én a tokenvásárlásomat a Ledgerrel végeztem, hiszen számomra a biztonság elengedhetetlen. Amíg a birtokomban vannak a tokenek, addig termelik majd a passzív jövedelmet, amit a mögötte lévő napelemrendszer termel. Nem elég, hogy pénzt kereshetek vele, de még a környezetet is óvom. Ha hasznosnak találtad ezt a videót, akkor remélem honoráljátok egy lájkkal. Ha bármi kérdés felmerül a videóval kapcsolatban, akkor kommentben nyugodtan feltehetitek. Ha tudok, válaszolok. Köszönöm a kitartó figyelmet, és találkozunk a következő videóban. Sziasztok!